Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Sziasztok! A Justy van itt mögöttem, megint ezen dolgozunk. A változatosság kedvéért egy kis hengerfej problémánk van. Legutóbb Dömsödön mentünk vele, és nagyjából a harmadik kör után lett újra hengerfeje sajnos, szóval egyre inkább tűnik úgy, hogy a gyári belsővel nem bírja ezt a nagyon nagy teljesítményt. Első körben szétszedtük, el lett víve a hengerfej gépműhelybe, az kapott egy síkot, illetve egy nyomás próbát, akkor kiderült, hogy a hengerfej minden rendben van. Ákossal gyorsan földobtuk rá egy réz kometik tömítéssel, mindenféle paszta meg ilyesmi nélkül. Ákos mondta, hogy ez tulajdonképpen az első indításig fog működni, és hát sajnos igaza is lett. Meg volt az első indítás, és nagyjából 2 percet járt, mielőtt elkezdett folyni a tömítésnél tulajdonképpen a víz, illetve picit elkezdte felfújni a vízcsöveket is. Elkezdtem szétszedni másodjára is, hogy akkor most a blokkot is elvigyem a gépműhelybe, megnézzük, hogy akkor az is minden rendben legyen, aztán utána összerakjuk újra. Viszont egyre kevesebb időnk van, mert nem most hétvégén, hanem jövő hétvégén Bárdi napra megyünk, ahol mennie kell az autónak, szóval izgalmas napoknak nézek elébe. Bízom benne, hogy a következő összerakás az már sikeresebb lesz, és nem lesz több probléma vele. Most már egy picit talán többet tudjuk használni. Reméljük, hogy a váltó is bírni fogja, ugye már a tolós visszakerült bele, de sajnos, ahogy az előző videóban is mondta Olivier, nem lett sokkal jobb, sőt rosszabb, ugyanúgy dobja a harmadikat, viszont lehet, hogy ez azért volt rosszabb, mert a legutóbbi alkalommal ott a motortartó baknak 3 csavarja van, abból 2 kiesett, és elég jelentősen mozgott a blokk, ezt így a menet közben vettem észre. Hál' Istennek nem történt semmi baj, a harmadik az megtartotta, illetve időben megállt Olivier. Visszajutottam oda, ahol elkezdtem a mai napot. Lent van a hengerfej. Ez egy gyönyörű szép keretet ad a mai napnak. Egy picit nyilván szomorú vagyok, hogy nem sikerült elsőre ez a dolog. Hát el is fogyott a lendület egy picit, így estére már 8:30 van, szóval ideje befejezni ezt a napot. Holnap szedem ki a blokkot, illetve szétfűzni is szét kell, aztán pedig viszem a gépműhelybe, hogy ránézzünk arra is, hogy annak a síkjával mi újság. Szóval megyek, alszok egy kicsit, és reggel pedig ugyaninnen folytatjuk. És már reggel is lett, újult erővel állok neki a munkának, gyorsan kapjuk ki a blokkot. Pikpak kint is van a blokk az autóból. Sokat gyára csinálom, szóval igazából semmi extra nincsen benne, meg amúgy se egy különösebben bonyolult feladat. Eddig olyan dolgok voltak, amit már többször csináltam eddig, és most jutottam a blokk szétfűzéséhez. Eddig ezt vagy Ákos csinálta, vagy a gépműhelyben történt, vagy mindig volt segítség hozzá. Látni láttam már, meg segítettem többször szét, illetve összefűzésbe, de most egyedül fogom csinálni. Kész lettem a blokknak a szétfűzésével, igazából egyetlen dolog volt, ami egy picit megszivatott, a főtengely csavar nehézkesen jött le, de igazából annyi, hogy a megfelelő erőkar kellett hozzá. Itt van csupaszon a blokk. Nyilván ez volt a könnyebbik fele, majd az összerakás lesz az igazán nagy szívás, de remélhetőleg az is menni fog. Távol álljunk tőlem, hogy beletrollkodjak Dani vlogjába, de most el kell mennünk tesztautóért. Szép helyre hoztalak, zöldövezet, meg minden. Oh. Szép napot! Jó napot! Na, itt van mellettem a blokk már a motor állványon, tulajdonképpen kezdem az összeszerelését. Egy pici idő eltelt közben, Anti feltartott, egy tesztautóért mentünk el együtt, ami most a héten itt lesz nála. Hát az a mondjuk jó hírnek, hogy elég sokat kellett leszedni a blokkból, 1/10-et kellett szedni belőle, hogy síkba legyen ez is.
ez lehet alapvetően magyarázat arra, hogy miért volt ennyire rossz, hogy tulajdonképpen közvetlen összerakás után már rossz volt a tömítettsége. Bízom benne, hogy tulajdonképpen ennyi volt, és összerakva most már tartósabb lesz a motor, de meglátjuk. Amint említettem korábban is, soha nem fűztem össze még blokkot, igyekeztem mindenhonnan információkat gyűjteni, és minden tudást magamba szívni, meglátjuk, hogy ez hogy megy. Gyönyörű szép vasárnap reggelünk van, és kipihenten újult erővel állok neki újra a motorszerelésnek, viszont hoztam egy kis segítséget, hogy ne legyek teljesen egyedül. Hoztam magamból még egyet, hát ha így gyorsabban fognak haladni a dolgok. Bár az igazat megvalva, eddig nem volt túl segítőkész, de hát ha majd belerendül idővel. Szóval teszem föl az olajteknőt, aztán pedig kerül vissza az autóba a blokk, hogy ott rá tudjam tenni a hengerfejet. Beindítani sajnos már nem fogom tudni, mivel az olajteknő szigetelésnek 24 óra a száradás ideje, eddig nem szabad feltölteni olajjal, szóval ez marad holnapra vagy kedre, ezt meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. Lassan kezdenek összeállni a dolgok. Bent van a blokkváltó a helyén, feltettem az apróságokat, amihez egyszerűbb még így hozzáférni, és szépen előkészítettem, itt vannak ugye ARP csavarokkal van lehúzva, elé van készítve a hengerfej, és van egy kis segítségem is hozzá, az ARP oldalán a megadott specifikációk szerint fogom lehúzni. Nem kell ilyen morcosnak lenni, az van igazából, hogy börtönkártyát húztam, duplán is kimaradok a dobásból, úgy látszik. Az van, hogy szinte biztos, hogy ez csak a Bárdi Autotech Future rendezvény után fogjátok látni, de tulajdonképpen ugye arra készül föl most az autó, és egészen jól halad a dolog, szívósorunk nincsen rajta. Úgy emlékeztem, hogy van még itt polcon egy szívósor tömítés, és akkor ezzel vidáman össze tudom rakni, de hát sajnos rosszul emlékeztem, ezért ez meghiúsult. És ahogy itt szerelgettem nagyon vidáman, láttam, hogy nem tudom mennyire adja vissza, de hogy tulajdonképpen folyik ki az olaj a jobb első futóműből. Beszéltem Tomival a Tadis Motorsporttól is, hál' Istennek nagyon gyorsan tudják javítani ezt a dolgot, kiszedem, leviszem a Balatonra, ott van műhelyük. Egyébként fel van töltve már a váltó is olajjal, a motorba is raktam olajat, vizet kell még beletölteni, és akkor nagyjából indításra kész lesz az autó. Annyi van még, hogy a turbónyomást egy picit vissza fogjuk venni, hogy ne legyen ennyire agresszív, illetve a gyújtáson is fogunk állítani. Na, végre autószerű kinézete van újra a Justinak. Kicsit izgulok, őszintén szólva. Kézzel átforgattam már viszonylag sokszor a motort, egyelőre úgy tűnik, hogy szépen működik minden. Akarok mérni még egy kompressziót, mielőtt beindítom, ezt gyorsan megcsinálom, és akkor következik az igazság pillanata. Hát akadt némi probléma itt a kompresszió mérés közben, az 1-es és a 3-as henger egész pontosan 0 bar kompressziót bírt produkálni, 2-es hengerben van 9 bárunk, a 4-esben pedig 6,
szerény ismereteim alapján ez nem túl jó dolog, de mindjárt kiderül, hogy vajon mi lehet az, amit mégsem sikerült annyira jól összerakni. Aztán jött Ákos, igen, és most már, van kompresszió, olyan kompressziónk van, hogy egy erős szívógépé lett egyébként, ami azt fogja eredményezni, hogy innentől kezdve valóban egy időzített bomba lesz, de erről megkérdezzük Danit, hogy mit gondol. Dani, szia! Mit gondolsz erről, hogy mi lesz? Aha, na, köszi. Szóval akkor egyetértesz velem. Köszönöm. Na, szóval srácok, hajrá! Ákos gyors látogatása után hamar kiderült, hogy egy nagyon amatőr hibát vétettem, de hál' Istennek semmi baj nem történt. A vezérlést rosszul állítottam be. Be van állítva most szuperül a vezérlés. Gyorsan berakom a gyertyákat, és mehet az indítás. Annyi van, mértünk kompressziót, és 16 bar a végnyomás, ami rengeteg. Most következik az igazság pillanata. Megnézzük, hogy felépül-e olajnyomásunk, meg ilyen apróságok, hogy egyáltalán beindul-e. Most már mindennek stimmelnie kellene elméletileg, lássuk. Jaj, ez hangos volt egy kicsikét. Kicsit nehézkesen tekeri. Nem csak én rémültem meg. Jó hangja volt, ugye? Ja, itt közelről még jobb hangja volt. Picit gyenguska volt az aksi, szóval adok neki egy kis segítséget. Hát, ha így könnyebben fog indulni, reméljük a legjobbakat. Nem szeretnénk több ilyen robbanást. Viszont az olajnyomásunk nem kezdett el felépülni. Lehet, hogy csak türelmetlen vagyok. Úgy tűnik, hogy stabil. Töltésünk is akad. Első ránézésre minden szuper. Nem folyik sehol semmi egyelőre. Reméljük, hogy így is marad. Ez az előző robbanás egy picit azért sokkos állapotba hozott. Fel kell melegíteni, aztán átnézem, hogy tűnik-e belőle olaj bárhova, illetve van-e bármi gyanús dolog. Engedem lefele éppen a mosós olajat, aztán megnézzük, hogy mit látni benne, de egy elsőre nem tűnik olyan vészesnek. Illetve a diffiből is le kell engednem az olajat, mert van egy repedés a házon, szóval ki kell cserélnem a hátlap tulajdonképpen a diffinek.
mentem egy pár kört az autóval, megmelegítettem, van szépen olajnyomás, felépült, illetve 0,8-at tölt, most annyira tekertem vissza. Nem kizárt, hogy még ennél visszább veszem, hogy óvatosabbak legyünk. Szép elképzelés volt, hogy majd távolról ráigazít Emil, de tulajdonképpen, ahogy beszéltem vele, megegyeztünk, hogy ez nem igazán kivitelezhető, szóval majd el kell vinni padra, és akkor úgy hozzá lesz igazítva. Tulajdonképpen az autó elkészült, feltöltöm friss olajjal, és akkor használatra kész. Bízunk benne, hogy most már hosszabb élettartamú lesz. Most lesz a Justy bevetése, tegnap volt már egy bemutatón fönt, az túlélte. Ezekkel a kerekekkel egész szépen bírta egyébként ezt a kiképzést. Bízom benne, hogy még a mai napot túléli, és akkor jövő héten visszük programozni. Véget ért az Autotech Future Barbie napunk. A Justy blokja nem robbant föl, ez viszonylag jó hír. Tulajdonképpen csak erre voltunk kíváncsiak. Összefoglalva egy pár szóba, itt van a főnök is. Hello. Milyen volt a Justy? Ügyesen összeraktam? Te figyelj, motorikusan jó. Még? Olyan vezethetetlen, amilyen még sose volt, de ez inkább a futómű beállításnak tudható be. Vagy inkább a hiánya. Ja. Mondta Roland, hogy negatívban áll az eleje. Hát igen, különben beleérne a, szóval kéne pogása, hogy kijebb tudjon jönni a kerék, akkor tudunk adni neki egy pici dőlést, akkor vezethetőbb lesz, meg egyébként ugye az összetartás. Az kívülről is látszott, hogy folyamatosan ment arra. Hát az, akkor lehet, hogy az is bajon. Igen, biztos, hogy nem segít. Akkor az, szóval az a beállítással sem foglalkoztunk, igen. Meg nagyon darabos lett, szóval ahogy a hangárban mentem vele, nagyon jól lehetett irányítani a keresztben. Itt de ez ezzel a kerékkel, itt, vagy még előtte? Előtte. Itt pedig egy kicsit rátörtem, és nagyon furán viselkedett. Érdekes. Darabos volt, nem is tudtam vele szépen menni. A tegnap délutáni bemutató egyébként sokkal jobb volt, és de... fura, nem tudom, hogy... Szóval nem történt semmi. Az igen, igen, semmi változás nem történt. Igen. Semmi nem változott. Igen. Szóval, hogy valami a hajtással történt, az történt a hátulja. Nem csöpög, nem folyik sehol semmi, de azt mondta Oliver, hogy... Hát de nem hallottátok valami. Amúgy? Semmit. Nem, hát nem, tényleg, kívülről... Pont jöttem ki, már amúgy is úgy gondoltam, hogy jobb lenne abba hagyni. Megyek, és kész, ott el is vettem, de ment tovább a kocsi. Furát, meg ugye a trailerre is saját lábon állt föl, szóval érdekes egyébként. Na mindegy, akkor azt kimondhatjuk, hogy a blokk összefűzés az eddig sikeres volt, még ugye jövő héten el kell vinni Emilékhez, hogy a programra igazítsanak rá, mert nem hiszem, hogy így túl sokáig bírná. Meg amúgy egy kör alatt megtölti a kartergáz lecsapatót teljesen, szóval az biztos, hogy nem tiszta egészséges. Olajra. Így van, tiszta olaj. Szóval, hogy ennek utána kell járni. Teszem fel a trailer az autót is, indulunk is a Hub Dino-hoz. Ez teljesen gyári belsővel, igen, most indul a programozás. Strobisztunk, Emil megteszi, amit meg kell tennie. Izgatottan várjuk Ákost. Mit jósolsz? Hány ló lesz? Remélem, hogy 170 és stabil. Vagyunk a mérésen, a blokk, hál' Istennek, ezt is kibírta. 170 lóerő lett első keréken mérve és 200 newton mellé. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Oliver mit fog szólni egyébként ehhez a teljesítményhez, hogy mennyire fogja kevésnek érezni. A Hub Dino-nál voltunk ugye programozáson, köszönjük nekik a lehetőséget. Hamarosan jövünk majd videóval most, hogy működik az autó, illetve természetesen nem lett tökéletes a nap, a váltóból újfent
folyik az olaj. A nyeles tengelynek a simmeringje megadta magát, és középen folyik belőle az olaj, szóval nyilván ezzel újra foglalkozni kell, de ezt leszámítva egyébként az autó most stabilnak tűnik. Köszi szépen, hogy itt voltatok, írjátok meg kommentben, hogy hogy tetszett a videó, iratkozzatok fel mindkét csatornára, ez nagyon fontos, és nyomjatok lájkot, hogyha tetszett a videó. Kösz, hogy velem voltatok, sziasztok!